üdvözlöm minden kedves nézőmet. Ez a Minecraft várépítés ismét. Minecraftozni fogok. Igazándiból most váltottam az új klientre, a 1.6.2-re. És elkezdtem vele játszogatni, hát nem tapasztaltam eddig annál jobb dolgot, hogy be lehetett állítani a RAM-ot. Nekem most kell. Viszont minden itememet elvesztettem, szóval mindent kezdhettem most előről. Ez nem a klientváltástól volt, hanem nem tudom. Eltévedtem a mappon valahol, nem tudom hol voltam és meghaltam, szóval most így újra kell csinálnom az eszközeimet. Sárkány kell lesz, mert azt fogok csinálni. És nem csinálok sokat, mert nincs rá szükség. Jó, hogy voltak alapanyagok a házban. Úgy tudom, hogy ennyi kell. Kert is szépen ki van főve. Már lehet le alapni. Sok dinnye. És elmegyek aludni, akkor majd nappal folytatom. Ups. Semmi probléma, visszaültetjük. Szóval Minecraft. Nagyon rég játszottam most utóbbi időben Minecraft-tal, szóval érdekes, kicsit szokatlan ez a sok kockaság. Grand Theft Auto-t voltam, mint őrült. Elegendő lesz, majd leszedem máskor, mert most elmegyek aludni. Meg kipakolom a cuccot. Várjál, szerintem van kaját. Ó, már hogy ne lenne. Ezt a 10-est ezt visszaveszem magamhoz, ez bőven elegendő lesz. Na, egy gyors alvás. Az a sok game updated dolog az izé volt. Váltani kell hangosítjuk. Várjunk, gyorsan leveszem. Options. 25. És ott a vár. Elméletileg 4 gigát állítottam be RAM-nak a játéknak, de hát amúgy se használja ki. Szóval tök mindegy, ott van 4,33, de ez így nő időnként, vagy mi a szar? Előbb még nem volt 4,33, előbb még csak 3000 valamennyi volt. Na mindegy. Szóval igazándiból nem tölti teljesen föl. Hoppá. Nem tölti fel teljesen, szóval most is csak 19% van. Jó, na hát ezen a szuper úton, amit építettem, föl kell menni. De jó. Hát idáig van kész, majd be kell fejezni még. Amúgy van nálam kő.
Na, egy alapkövet elcseszek erre. Ez itt az út volt. Legalábbis lett volna. Megem. Na tessék, ezért csináltam a csákányt, tudtam, hogy elteszem. Jó, végül is hidat akarok építeni, szóval nem akarom elcseszni az összes kövemet. Viszont kénytelen leszek, mert nem tudok tovább menni egyébként. De ez mi a szar? Hát... Valaki itt már alkotott. Na szóval itt már jó a járda is. Na itt nem is kéne ugrálnom. Megint híja a kőnek. Meg itt is híja a kőnek. Igen, a híthoz kéne. Na szóval a híd ez úgy néz ki, hogy ott kéne megépíteni. Innen kéne elkezdeni folytatni. Lehet googolni, és akkor lassan megy. Szarházi. Le kéne számolni, hogy ez hány kocka széles. Creeper barátunk az ott van lent. Ó, basszus, ha én innen leesek. Jó, össze is kötöttem, akkor most gyorsan le kell számolni, hogy ez hány kocka. Ez 15 kocka, az azt jelenti, hogy a közepénél van egy olyan pont, ahol pontosan van egy kocka, ami a közepe. Logikus, nem? Várjál, 15-nek a fele az mennyi? Hoho. 7. Akkor várjál, azt elszámoltam az. 7-es, és itt a másik kocka. Na ja. Tehát ez a közép. Ső. Csík. Vonal, dolog, cucc. Ne fuss rá, hülye gyerek. Jó, igen. Idáig megvan. Idáig egyszerű dolgom volt, mert nem kellett csinálni semmit. De most meg kéne csinálni ezt a vackot. Itt is legyen izé kocka. Jaj, de jót vágtam ki. Na szóval így van. Mert hogy ugye a hídnak lesz egy úgynevezett ilyen tartó szerkezetszerűje. Ami egy ilyen körnek kéne lenni, nem teljesen kör, egy ilyen hajlatnak, és ezt föl kell építeni rá. Szóval érdekes dolog, főleg ha elfogyik a kövem, ami amúgy elfogy, nem elfogyik. Jó, szóval a híd az maga, a teteje az nem nagy dolog. Az aját megépíteni az egy kicsit már nagyobb kihívás.
van földem. Fűd. Csinálok ilyen ereszt, vagy mit, amin meg tudom közelíteni a dolgokat. Alulról. Na-na. Hát ez hihetetlen, most visszaraktam ugyanoda. Igen, szóval ezek nekem itt nem kellenek. Amíg elértem, addig leszedem. Így azt is elérem. Jó, és akkor végül is nekem a másik oldalit kéne megcsinálni. Kijebb van. Majd ezt a földes dolgot meg lebontom. Jó, itt vagyok ez alatt. Szóval itt már elkezdhetem megcsinálni a hídnak a részleges tervét. És így kéne ide becsatlakoznia majd valahova. Lehet, hogy még húzni kéne egy kockával, és itt megoldani a dolgot. Hát nem tudom. Szerintem ez így jó lesz most már. Igen, ezt innen kiásom. Ezeket is innen, mert most nem kell. És akkor ide jön egy kocka. És akkor ide kell a kocka. Akkor ezt itt föl lehet ásni, de nem dobja föl. Igen, kell sötétedni. Szóval várva van ágy. Gyorsan elszaladok odáig. Remélem nem lesznek bent szörnyek, mert akkor szörnyet halok. Ho-ho-ho. Jó, na hát ugye a vár az úgy nagyjából tiszta. Azt, hogy not sleeping, tényleg itt mi van? Ó, itt van még kő. Meg még több kő. Ebben mi van? Ebben az is kell egy adag. Hú, hogy menjél már éjszakává át. Na szóval, az alvás megoldva, egy kis kaját beverek. Semmi gond. Ezt le kell másolni. Na ja. Szóval ide dobni kell egy homokcsot. Illetve földet, mert homokot azt nem tudsz.
tovább, jó. Akkor ide még egyet, itt még kettő jön kifelé, ezt innen már le lehet szedni. Akkor innentől egyesével jön vissza le. Azért rakok földet, mert az könnyebb leszedni. Ups, már semmi gond. Ezt innen kiszedjük. Fölásom. Nem mondod. Jó. Akkor elméletileg ez hogy néz ki? Ez úgy néz ki, hogy... Elszámoltam, basszus. Mondom. Mondom, hogy ez így nem jó. De jó. De jó, de jó. Azt a páros. Szóval azért nem jött ki jól. Mert elszámoltam, mert ott valamit nem úgy csináltam, ahogy kellett volna. Na mindegy. Az a lényeg, hogy akkor ez végül is most páros. És mellé esik pont. Szóval így el kell tolni pont egyel az egészet. Na, forgassad már a kamerát. Nem tudom fölvenni, mindegy. Itt folytatni kell egyel, aztán alá a homok, föld, egyel, egy, és ezt meg kiütni innen. Így. Meg ezt is. Ops, ez nem kell ide. Így ennyi, és akkor az egyik oldali tartó dolog meg van csinálva. Akkor ez így néz majd ki. Már mind maga a híd. A híd. Azon gondolkozom, hogy nem tudom, hogy nézett volna ki jobban. Mindegy, most ez így fog kinézni, és cső. Ezt a homok cuccot, ezt a föld cuccot, ezt egy sorra beljebb kell vinni. Ups, majdnem leestem. Jó, szóval bejebb jöttünk egyel, ezt itt le lehet nyugodt szívvel bontani. Itt már nem kell. Oké, és... meg kell nézni, hogy itt ugye hol csatlakoznak be a kavicsok. Nem tudom oda rakni, basszus. Túl magasan van. Pedig ez itt már elég közel van. Nem mondod. Várjál. Ne. Na, és ez meg hova rakod már ezt a szart? Jó, majd ezt megoldom. Oda kell egy homok. Nem tudom oldani így innen. És oda is dobni kell egy homokot. Föld. Egy, kettő. Föld. Egy. Kettő. Föld. Egy. Föld. Jó, ide nem is kellett volna a föld, egy, ups, megint rossz hely. Egy, így. És akkor ezt innen le lehet mondani.
igazándiból ide rakhatunk még egyet. Így, és akkor ez tényleg jól néz ki. Így, így van. Jó, itt megint kettővel kell tovább vinni. Annyi, hogy itt ugye a hegy nincs lebontva rendesen. És kettő, egy, és akkor így volt. Igaz? Ez így jó. Azt ott lekapjuk azt a pár kocka földet. Így, és akkor elméletileg ez is kész, csak még le kell szedni róla azt a pár izét. Ezt így. Leszedem innen ezt a mobil hadihidat. Itt is langol videóváltás közben, hát beszarok. Na, szóval kész maga a híd. És akkor ennyi. Be kell fejezni még. Így. Így ugye itt lesz a vége majd. Nem kell vele csinálni semmit, szinte. Csak ennyi volt a dolog. És akkor a legközelebb ezzel a résszel fogom folytatni. Akkor már a izét fogom csinálni. A ajtót. Mint a vár kaput. Kaput. Na, nézzük. Van nekünk, láttam itt valahol félkövet. Van, hát miért ne lenne. Na már most. Nekünk középre kéne rakni kettőt, mert ahogy ez most akkor már 16 kocka széles. Meg kéne keresni, hogy hol van a közepe. Várjunk, felszedek egyet a padlóból. Hát ezzel baromisokra mentem. Baromisokra, mert itt még van kocka. Itt is, akkor ide jön a másik. Most tojt, ez nem kell. És akkor itt egyesével végig rakok egyet-egyet. Mint egy valódi vár. A hídjának a, ezek az ilyen kis a bástyán a tetején azok a lapok. Ja, és ide dísz miatt ide én nagyot rakok. Szedjed le. Majd ide lehet mást rakni. Na, én még gyorsan elmegyek. És alszok egyet. Megint kevés a kajám, majd leszek mindjárt. Azok mobok ott, vagy nem az lépcső.
Jó van, azt hittem már. Nem is nagyon már nem is lesz szükségem ezekre az alapanyagokra. Esetleg a földekre. Ezeket elkezdem haza hurcikázni. Kézbe is telt az itemem. És ennyi volt, hát még befejezem itt a járdát, vagy mi ez, utat fölfelé, nem tudom, hogy fogom még azt is megcsinálni, mindegy, ezt most nem vette fel, vagy olyan gyorsan vette fel, hogy nem vettem észre. Még meg kell csinálni majd itt a falakat, meg ilyesmiket, hogy idézőjelben ne mossa le a víz a járdámat. Úgy már lassan készen van. Hú, már nem is kell sok. Megnézzük azt is. Csak előtte. Nem tudtam, hogy megmutatom, hogy mire gondoltam a fallal kapcsolatban. Mint egy fal. Amúgy érdemes az ilyen lyukakat betömögetni, mert a mobok bele spammolnak, vagy spónolnak, ahogy tetszik. És onnantól baromi jó. Itt fognak nekünk virnyogni. Hát ez hihetetlen. Miért laggó? Videó felvételbe laggó, baszod. Vaj. Szóval most így eddig csinálom meg a falat. Nem kell ez ide. Igen, így. Így szép fal. Ne, azt mondtam már. Nem, még egy szükségem lett volna. De már nem. És ennyi volt a kövem. Szuper, na mindegy, ide még kell egy fal. Majd. És akkor ma még be kell fejezni a falakat. Így. Vagy hogy nem. Ide még mindig jön egy izé. Egy kő. Majd még lesz kövem, akkor majd még befejezem. Na, hát végül ez lett az eredménye. Kaptunk belőle egy ilyen hidat. Még ezt át kell alakítani egy kicsit.
és egy ilyen hídunk lett. Hát, köszönöm a figyelmet, és sok sikert az új klienthez. Nagyon sok érdekes dolog van benne. Próbáljátok ki, csináljátok vele reston tutoriálokat, meg restonokat. Nagyon jó lehet most az új eszközökkel restonozni. Na igen, kajálni felejtettem el, csak erre fogom vinni majd az utat. Még nem tudom, hogy hogy és mint, de kell lesz egy híd. Úgy lehet, hogy biztos, hogy nem erre fogom vinni. Ne hülyeség. Ott van az a kis szigetszerű. Na megint a megalag. Itt mikor egyenesen jön, akkor majd átviszem oda, vagy itt, itt inkább itt. Elépítek, leépítem addig. Na jó, majd ezt majd megoldom. Itt, itt, és itt még át is tudnám vinni. Majd ide egy kétszer-kettes beton jön. Ó, beton, kábel. Na, szóval ennyi volt mára. Majd a következő részben folytatom a kapuval, vagy az járda további folytatásával. És akkor ez ide már nem kell, itt visszaépítem a hegyet. Na jó, most már tényleg elhúzok. Köszönöm a figyelmet. Csőztök.